Köszöntöm Önöket! Czap László vagyok, a Villamosmérnöki Intézet igazgatója és az Automatizálási és Infokommunikációs Intézeti Tanszék vezetője. A multimédia rendszerek tárgyanyagát Varga Attila kollégámmal dolgoztuk ki. Mindannyian elbűvölve nézzük a filmeken megjelenő különös világot. Az ott látható tárgyak és szereplők azonban gyakran nem léteznek a valóságban. A háromdimenziós modellek először a díszletek helyettesítésére terjedtek el. Olcsóbb megalkotni a helyszín modelljét, mint megépíteni a díszletet. Találkozunk a moziban virtuális lényekkel is, amelyeket az alkotók fantáziája hozott létre. Gondoljunk a Csillagok háborújára vagy az Avatarra. A háromdimenziós modellezés és animáció ma már olyan fejlett, hogy valóságos személyek életű megjelenítésére is alkalmas. A Gladiátor című film forgatása idején meghalt az egyik főszereplő. A később felvett jelenetekben a modelljét illesztették a filmbe. A nézők nem tudják megkülönböztetni a valódi és a virtuális színésszel rögzített jeleneteket. Már régen elkészítették Marilyn Monroe háromdimenziós modelljét. Nincs technikai akadálya, hogy filmet forgassanak a főszereplésével. A multimédia rendszerek tárgy keretében megismerkedünk a hangok, állóképek, mozgóképek feldolgozásával, valamint a háromdimenziós modellezés alapjaival. A képfeldolgozással való ismerkedést a látásunk tulajdonságaival kezdjük, nem utolsó sorban azért, hogy megtanuljuk becsapni a szemünket. A színrendszerek megismerése is szükséges a képek feldolgozásához és tömörítéséhez. A képek manipulálását vagy kép javítási szándékkal végezzük, vagy a későbbi műveleteket készítjük elő. Ilyen lehet az alakzat felismerés és mérés. Már több évtizeddel ezelőtt képfeldolgozással oldották meg az autó fényszórózó több méretének és pozíciójának ellenőrzését. A hagyományos mérések elvégzését akadályozza az üvegbúra. Remélem, hogy nem csak hasznosnak, hanem szórakoztatónak is fogják találni a tananyagot. Feldolgozásához jó munkát kívánok!